időjárat az utitárs Kondász Andrea. Zakopane a Gorálok földje, a lengyel sífőváros, ahol az év harmadában hóbiztos tél uralkodik. Ahol máig imádják a magyarokat. Mert a lengyel-magyar két jó barát. A hely, ahol a Gorálok építészete még ma is csodálatosan él. A síkalandjáratban Ausztria olyan sírégióiban kalandozunk a következő hetekben, ahol magyar oktatók csiszolják a csúszástudást. Goldek a Mésztetterzé tópartján, ahonnan 33 síterület 999 sípályája érhető el. A hóbiztos Laktás Tájérországban, mely pályaszállásairól lészenemelkedünk a csúcsra, ahogy azt már a monarchia idején őseink is tették. Arnold Stein, Ausztria, Olaszország és Szlovénia találkozásánál, ahol a magyar síjóvi a kicsiknek, a meséstája felnőtteknek nyújt páratlan élményt. Aztán Koralpe, Dél-Karintiában, ahol a snowboardosok repülnek az adrenalinnal, akiket a kezdő síelők mustrálnak tátra nyílt szemekkel a gyerekpályákról. És Nassfeld, Karintia egyik leghíresebb síarénája az osztrák-olasz határon, ahol 100 km pálya várja a síelőket és 300 sífutókat. És ma Zakopane, a lengyel sífőváros, amely alig 4 óra alatt elérhető, hiszen Schengen miatt észre sem veszed, amikor áthajtasz a szlovák vagy a lengyel határon. A Budapestről indul az ember az E77-es úton, gyakorlatilag le sem kell térni, egészen a határig lehet így autózni, és nincs is igazándiból messze, körülbelül 300 km. A Mesevárosban kalandozunk ma, ahol bekukkantunk a síugró világkupára, ahol megmutatjuk, hogy ugrik a magyar. Lesz csilingelő száncsengő, félelmetesen elbűvölő Kasprovi csúcs, ördögtál, málna szörpös sör, hóvidám park, majd hómobilra pattanunk, hogy meglovagoljuk a tajgát. Zaprisámi Zakopanéból, most kezdünk! Zakopane Váci utcája a Krupovki. Alig ha akad olyan síturista, aki nem itt kezdi az élményhabzsolást a lengyel tél fővárosában. Ki nosztalgiázni érkezik ide, mert a 80-as években Zakopane jelentette neki a nyugatot, ki azért talál ide azonnal, mert nem lehet nem hallani már messzi földről azt a vidám tömeget, amely a fő utcán áramlik. Valahova. Mindenképpen érdemes nosztalgiázni egy kicsit, de ettől függetlenül körülbelül 120 napig tart a tél, egy elég hóbiztos terület, 800 méter magasan vagyunk jelenleg is. A 30 ezeres városkát évente 2,5 millió turista látogatja. Az 1870-es években a turizmus őskorában már divatos célpont volt. Utitársaim itt a magyar síelőket Lengyelországban is otthonosan igazgató magyar utazási iroda szakértője Benefi Zsolt, és a zakopanei származású Budapesten élő lengyel turisztikai mindentudó I. és Éva. Mielőtt csatlakoznánk a még nem tudjuk hova tartó szilvesztert idéző tömeghez, lélek és testmelegítőt hörpintünk. Fűszeresebb, mint a hagyományos otthoni forralt borok. Fűszeresebb, és néhány korty után a legáldázabb síturista szeme is ketté áll. Mint később megtudjuk, egy kupica erős likör is a pohár aljába kerül. Így aztán a szemünk homályosabb, az elménk azonban megvilágosodik. Síugró nemzetközi versenyre gyúra piros-fehérbe, azaz a lengyel nemzeti színekbe öltözött P-közép. Egyenruhát öltünk. Megyünk drukkolni az EB-re, miután magyarok nem indulnak, természetesen a lengyeleknek drukkolunk, mert hogy a lengyel-magyar két jó barát, úgyhogy a megfelelő felszerelést is megvásároljuk. Ez milyen? Ilyen tipikus gurál. Gurál? Igen, tipikus. Vagyis lengyel hegyi ember vagyok. Aztán jöhet a csendőrös, a vikinges, a házi sárkányos, a sírva nevetős bohócos, vagy az udvari bolondos. A lengyelek kreativitása határtalan. Zakopane a turisztikai ékszerdóhoz 2006-ban megpályázta a téli olimpiát, de Torino elvitte előlük. De se baj, hiszen hozzáillik a síugró EB. És beszélsz butaságokat, ugyanis EB helyett világkupa zajlik éppen. Ilyen nagy nemzetközi verseny, az évente egyszer zajlik itt ez a világkupa verseny, amúgy majdnem minden vasárnap főszezonban vannak ilyen országos versenyek, ahol lehet megnézni a legjobb lengyelség. A világ legjobbjai így jutnak a csúcsra. Ez a magyar baráti társaság pedig síelés és a bulik között a kordonon kívülről figyeli őket, ugyanis a lelátók jegyei már hónapokkal ezelőtt elfogytak.
Kinek drukkoltatok? Hello, Dimitrinek természetesen. Ki ez a Dimitri? Ő a legjobb fiúra? Nem tudom. Tegnap ott volt a diszkóba. Tényleg? És romon volt. Itt sijeltek egyébként? Zakopánéban vagy? Igen. Ez egy erős túlzás. Ott? Ott. Nem engednek fel, mert van valami verseny. Tényleg? Ezért most sztrájkolunk, ülő sztrájkba kell. Pedig Bordal leugranánk onnan. Mi egy pályán voltunk, mert nem kerültünk még abba az állapotba. Hát igen, a síturista élete csak részben szól a síjelésről, mint tudjuk, hiszen szorosan hozzátartoznak a hütték, a baráti együttlétek, a szórakozás meg a mega szendvics, ahogy a fiúk ecsetelik. És persze, ha már nincs magyar versenyző, kitalálták a magyar síugró technikát. La. Tehát akit az előbb láttuk, az nem Edi a sas, hanem Lala a turul. Edi a sas, vagyis az a fiatalember, emlékeztetőül, aki biztos utolsóként úszott be az olimpiákon hajdan. Kasztrolja, az nem annyira egyszerű feljutni, az ember fog egy taxit, vagy beáll a buszmegállóba, és egy idő után jön valaki, aki fölviszi ahhoz az állomáshoz, ahonnan indul majd aztán a lanovka. A Kasprovi a Lengyel Tátra egyik legizgalmasabb hegycsúcsa. A Randánál, vagyis Zakopane első körforgalmánál leparkolod az autód, ahonnan ilyen néhány percenként érkező kisbuszok visznek a hegylábához, körülbelül 3 perc alatt. A 80-es évek végén, a 90-es évek elején idáig ért a sor, ennek a lépcsőnek az aljáig. Úgy tűnik, hogy ennek már nyoma sincs. Legalábbis rossz időben. Fent ugyanis köd van, így azonnal jegyet adnak a helyszínen. A pénztáros azonban azt mondja, hogy jó idő esetén hosszú sorok kígyóznak a Kasprovi liftjéhez, és csak a Kasprovihoz, hiszen Zakopane többi pályája akár Ausztriában könnyedén elérhető. Figyelem! Évi, a Magyar Utazási Iroda lengyel idegenvezetője olyan hasznos trükkel szolgál, melyet még a sorban álló lengyelek sem sejtenek. Mindenki szeretne följutni a Kasprovi csúcsra, természetesen kisi létszel, ki csak gyalogösvényen, gyönyörű a táj, úgyhogy mindenképpen érdemes feljönni. De van egy technika, amivel kiválthatod a sorban állást, méghozzá az, hogy aznap reggel, amikor szeretnél feljönni, megveszed benne a városban a jegyet. Csak bent a városban, a elővételben, vagy valamelyik utazási irodában ott lent, vagy ennek a hivatalnak a székhelyen lehet jegyeket venni elővételben. 9-kor vettünk jegyet, és 10 óra 50-re volt belépési lehetőség. Korábban érkezünk, így 10-kor már kapaszkodunk is felfelé a világhírű csúcsra. Ugye az alsó állomásról indultunk értelemszerűen, ez 1000 méteren található, és a Kasprovi csúcsra megyünk föl, ami majdnem 2000 méter magas. A felvonó az megtréfálja a gyanútlan síző. Két szakaszból áll maga a felvonó, van egy középső, illetve utána egy felső szakasz. A felső szakaszra csak a profi síelők menjenek föl, mert ugye magáról a csúcsról két fekete pálya jön lefelé a völgybe. Hú, félelmetes első látványra lenézni a Kasprovi csúcsról, hát meg még lesíelni. De van technika, ha kifigyelted, tehát ott nagyon nagy a mélység, aztán ott elindulnak Schrehen lefelé, és itt már gyakorlatilag egy normál piros, mondjuk egy erős piros pályának tűnik ez az oldal. A pálya széles, késő délutánig napsütötte, a gyengébb sízők is elindulnak, lassan, széles íveket járva. Érdemes, mert unikális élmény. Ha létszel mentél a Kasprovira, akkor a körforgalomnál hagyott autódhoz már nem kis busszal, hanem talpakon is eljuthatsz, az erdei sétányon. Ott, ahol felszálltunk a taxira, illetve az autóbuszra, oda le lehet csúszni létszám. Ha most sífutók leszünk, úgy tűnik. Ez itt a síkalandjárat! És felgyorsítjuk a felvételt!
A biztonsági zóna támogatója az Unika. Ellenőrizzük a síkötés állapotát, a csavarok feszességét, hiszen a testi épségünk azon múlik, hogy ezek az eszközök jól működnek-e, jól működik-e a fék, jól működik-e a síbakancsunkon a csat. Ezt néhány perc alatt el tudjuk végezni, megéri, hiszen adott esetben elkerülhetünk vele egy balesetet. Egyébként a sí felszereléseket is lehet biztosítani? Igen. Tényleg? Igen, tehát a baleset során megsérült sí felszerelés, ruházat, mind biztosított. A síléc is. A síléc is. Ha eltűnik a botom? Ha eltűnik a botod, az nem feltétlen. Legfeljebb, ha kiszedik a tetőcsomagtartóból, és az le volt zárva, akkor igen. Tehát lopásra is. Lopásra is. Az, ami nem nincs biztosítva, az, hogy a hűtő előtt ott hagysz két lécet, azt egy óramban nem találod, az nincs. A biztonsági zóna támogatója az Unika. Kecske soha. Az kecske, birka, tehén, i kecske. Beszélsz magyarul? Birka i tehén. Aha. Kecske? Kecske? Kecske, ez kecske. De jó. Ez már a zakopánei mindennapos piac. Honnan jön ez a sajt hagyomány, mert nálunk is van sajt, meg készítenek a falvakba, de hát nem ilyen népi motívumokkal. Nem, végül is a gorál nép az régóta, hát az volt nekik a főétel, a tej, tura, sajt, azt, amit tudtak itt termelni. A turisták, amikor az 1870-es években Zakopane divatba jött, megkóstolták a helyi hegyi emberek főétkét és rászoktak. Renáta is gurál lányka. A sajtot úgy csinálják, hogy fából van megcsinálva egy forma, és a túrat beteszik ebbe a formában, összecsukják, és akkor ebből maradnak ezek a minták a sajton. A birka legjobb. A füstölt birka a legjobb. Egy kis szünet után jövünk vissza a Zakopanéba. Hómobilos tajgalovaglással, pályamustrával, málna szörpös sörrel, hóparkkal, és a pálya ördöge is itt lesz. Ne menjenek sehova! Ez Zakopane sétáló utcája ismét, a Krupovki. Így gyűlnek össze a különböző szálláshelyekről érkező sí- és téli turisták. Hát Zakopanénak az a jellegzetessége, hogy a gurál építészeti stílus található meg mindenhol. Emiatt nyugodtan kibérelhetünk akár egy-két szobás magánházat is, szintén ilyen farönkös építészeti stílusban, illetve rengeteg panzió található szintén ilyen rönk épület formájában, és természetesen a hagyományos panziók, illetve szállodák is megtalálhatóak. Az újabb építésű szállodákban már találhatunk wellness részleget, szaunával, jacuzzival, fürdővel, egyebekkel. Zakopane Váci utcájában, a Krupovkin. A Krupovkin. Végigállnak itt a száncsengős fiatal emberek a lovakkal. Ettől ilyen mesebeli ez a város. Na, hogy a mese része akarsz lenni. Sítalpas hintóra fel. Andzsaja gurál, a hajtónk. Rubin pedig a lovunk. Van ilyen takarónk, amit úgy adnak. Igen. És meleg. Ajándékba. A legtöbb pálya az ki van világítva, úgyhogy itt nincsen négy óra fél öt magasságában zárás, hanem gyakorlatilag egészen késő estig lehet síelni. Folyamatos fejlesztések miatt a sorállások is megszűntek. Gyakorlatilag egyedül a Kasprovi csúcs az, ahova célszerű előre megvásárolni a jegyet, de az összes többi pályán gond nélkül lehet síelni.
A főutcáról látod a napsütötte gubalófkát. Oda tartunk most. A gubalófkára a folyamatosan közlekedő siklóval juthatsz fel. Ha felérünk, akkor a Tátrai Nemzeti Park legszebb hegyeit fogjuk látni. A legenda még a történelem előtti időkbe vezet vissza, amikor a gorán lovagokat elvarázsolták. Az akopánei hegyi emberek, vagyis a gurálok hagyománya szerint innen a gubalófkáról jól látható Gevál hegy, tulajdonképpen maga az elvarázsolt Gevál lovag, hanyatt fekvő helyzetben. Várj, még nem tudom elképzelni, tehát aminek kereszt van, az mi-e? Hát az szerintem az a arr és a száj közötti rész. Bármikor, amikor szükségük van a guráloknak arra, hogy segítsenek nekük, abban a pillanatban felébred, feláll, jön, kard a kézben. És megmenti őket. Az a nyaka. Nem, hogy a kereszt nyaka. Után a van a nyaka. Igen, a völgy, a nyaka. A maga a kereszt az az orrán van. Zsoltikám, egy picit légy szíves, tehát így. Igen. Igen. Vicces. Most megértettem. Várjál. Aha. Kérek orra, még inni. Ez a kereszt. Megvan. Ugye? Megvan. Tök jó. Megtaláltad a lovágat? Ott megvan a lovag. Hogy hívják a lovagunkat? Zsolt. A gubalófka pályáit most is süti a nap, pedig már elmúlt 4 óra. A pályák jól kezeltek, ratrakoltak, pedig 3 napig zuhogott a hó. Hóágyúzásról? Itt szó sincs. Hát olyan jó a hó, az ember így belemarkol, és azt mondja, hogy ezt nem lehet, hogy nem csatolom fel a sílécet. Itt a gubalófkán a siklótól pár sílécnyire alakították ki a snowparkot. Még látványként is lenyűgöző. Ilyen téli mulatságokat is kipróbálhatsz a zakopanei tajgán. Snowmobile, tehát hómobile. Ah, 180-nal lehet menni, Zsoltikám. Egyszer kipróbáljuk. Egyszer igen. A hómobil használata nagyon egyszerű. Ezzel a karral adod a gázt, ez pedig a fék. Még a magamfajta háziasszonynak is pofon egyszerű. Akár a rántás. Fölveszünk, sisak. Ja. A szemüveget le kell venni előtte. Szemüveg, az kell. A hómobil a motorhoz hasonló elven működik, csak hogy kerék helyett sítalpakon közlekedik. A hóban pedig ilyen a láctalpaséhoz hasonló szerkezet viszi előre. Nagyon mély a hó, de szuper! Gyakorlatilag április közepéig, április végéig lehet itt síelni, snowmobilozni. Kb. 1000 méter magasan fekszik a város. A klímája egészen különleges. Állítólag felgyorsítja az anyagcserét. Jobbra dől a motor, akkor nem jobbra dőlünk vele, hanem ellentartunk balra. Nagyon-nagyon mély a hú! Azt a mindent, ezt hogy fogom megoldani? Ez egy folyó. Soha nem gondoltam volna, hogy síléccel át lehet menni egy folyón. Na jó, folyó helyett patak, persze, elismerem. Na, ki ragad bele a patakba megint? Természetesen én. Aztán lükverc, nagy gáz, és már repülsz is. De jó! Ah!
csalta? Nincs! Segítség! Nagyon jó, esni a legjobb! A Zakopanet ölelő Tátra lejtőin csak nem 500 lift szállítja a síjelőket a különböző nehézségi fokozatú pályákra. 6 fekete pálya. 13 kék. 13 piros. 15 zöld. És nagyon jól lehet látni, ami egyébként egész Zakopanéra jellemző, hogy a pályák nem átsíelhetőek. Magánkézben lévő síliftek vannak mindenfelé, uh-huh. és gyakorlatilag vagy az egyik sí felvonót használjuk, vagy a másikat, és ott külön-külön meg kell, hogy vásároljuk a jegyeket. Pontrendszeres síelésről is hallottam, olvastam. Így van, minden egyes felvonónál meg lehet vásárolni a bérletet, ahol az adott összegért meghatározott mennyiségű pontot lehet kiváltani, és ezt a pontot használjuk föl akkor, amikor a felvonót igénybe vesszük. A pontrendszeres bérletek lényege, hogy az egy vállalkozásban működő összes liftre érvényes. A felhasználásuk pedig nem időhöz kötött, tehát nem napi bérletként működik, hanem a szezonban bármikor felhasználhatod, amikor kedved tartja. A pályák egy részén már bevezették a napi vagy több napra, de meghatározott időszakra felhasználható mágneskártyákat is. A síelők esténként a víziparkban lazítanak. A rovat támogatója az Opel Duna M3. A pálya ördöge Pálos Szabolcs síversenyző. A pálya jó fiúja Csorba Simon László síversenyző. Síkressz rovatunkban ma a becsatlakozás szabályát síeljük körbe. A sípályákon így, ezzel a jellel figyelmeztetnek a pályakereszteződésekre. Minden pályakereszteződés egyenrangú kereszteződésnek minősül, ami azt jelenti, hogy ha a két irányból két pálya találkozásba jön két síelő, akkor kölcsönösen le kell lassítani, figyelni a másikra, és valahogy úgy átcsúszni a másik pályára, hogy a sízőtársunkkal ne ütközzünk. Itt látható, hogy a pálya ördöge a pálya szélén leállt, ám miután újraindult volna, nem nézett felfelé a becsatlakozás előtt. Ez gyakori probléma. Amíg el nem indultunk, az a lényeg, addig a pályán már közlekedő sízőnek van elsősége. Abban a pillanatban viszont, ha már elindultunk biztonságosan, onnantól kezdve, aki mögöttünk jön, annak kell figyelnie ránk is, úgy kikerülnie, hogy ne veszélyeztessen minket. A rovat támogatója az Opel Duna M3. És megint Zakopane. Síelés utáni estéken a zakopanei gasztronómia ínyenségeit teszteljük. Ez az ördögtál. Krisztina a séf a hozzávalókat sorolja. Először is külön megfőzik a savanyú káposztát, külön pedig a belevalókat. Utána összerakják, aha. és egyben főzzék is. Akkor legjobb, amikor többször van melegítve, mert akkor az ízek összeállnak. Aha. Van a káposzta, amit megfőznek. Ez a hús. Ez a hús, igen. Ez az erdei gomba, igen. és a kolbász. És aszalt szilva. És milyen fűszereket használ a Krisztina? Vörösbor, vörösbor, paprika, igen, bors. Bors. A káposzta csak egy alkotó eleme a gurál ördögtálnak. Friss tavaszi saláta tejfölös fokhagymás öntettel, aztán kemencében sült burgonya, véres hurka, sült oldalas, grillezett tarja, csirkemellfilé, sült kolbász, az itt elmaradhatatlan lengyel csülök, és persze a pirog, vagyis a mi barátfülénkhez hasonlóan készülő, de sós töltött. Bárányhúsos pirog. No. Aha, ez az oroszoknál úgy hívják, hogy pilmenje. Dobrze, dobrze. Különleges dolog, életemben nem kóstoltam még hasonlót. Forralt sör. De ez forró? Abszolút mértékben. Abszolút, 70 fok. Arról nem is beszélve, hogy meg van bolondítva egy kis mézzel. Kérhettem volna, mivel is kérhettem volna még? Málna szörpel. Málna szörpel, de úgy döntöttem, hogy az túl durva lenne. Mert drovje. Na? Szörpike.
Sörszörp. Sörszörp. De milyen érzed benne a komló? Teljesen nem. Abszolút a sör ízét elnyomja most jelen pillanatban a méz. Lehet érezni a sör, de inkább a málna szörpet. Egy dolog kihagyhatatlan. Ez az a bizonyos sajt, amit már a piacon is vásároltunk. Ezt roston megsütik, egyszer reggel délbe este ezt tennéd. Olyan finom. Jó étvágyat! Zakopane április közepéig várja a magyarokat, a havas élmények szerelmeseit, ahol még az éjszakai séta is szemedgyönyörködtető látványt jelent. De érdemes betérni a sokszínű, táncos mulatságokba is. Mi találkozunk két hét múlva, február 23-án itt a TV2-n, amikor is az ausztriai Korálpe és a közeli szlovén síterepeken kalandozunk majd. Az eddigi síkalandjáratokat és a világ egzotikus, valamint magyar turisztikai útifilmjeit nézd meg a www.tv2.hu weboldal kalandjárat videóin, mert utazni jó!